A mai videóban árváltozási leltár felvételi hívet fogunk kitölteni. Nézzük is akkor a feladatot. Árváltozási leltár. Az önüzlete FIFO KFT 3502 Veszprém Káló út 7. Árengedményes akciót tervez. Központilag a babatúsfürdő árát fel kell ugye emelni. Árváltozások esedékessége 2020-11. hó 1 -e. Árváltozásban érintett termékek adatai. Itt láthatjuk ezeket a termékeket, ugye. Itt a végén, hogy mínusz, illetve plusz árváltozás mérték történt. -e. Kezdjük akkor az egyszerűbbel. Mindig a híve vagyok, hogy először ez egyszerűt kell megcsinálni, és utána majd a nehezebbet. Tehát leltár forduló napja, ugye 2020-11. hó 1, ez meg volt adva. 2020. 11. hó elsője. A leltár felvétel időpontja meg lehet ugyanaznap. Tehát 2020. 11. hó elsője. Gazdálkodó szervezet megnevezését töltsük ki. FIFO KFT. Ennyi bőven elég most ide, mert csak a megnevezése kell. Meg is van. Sorszám, ez a termékek sorszámát jelenti. Nézzük meg, hány termékünk van. 1, 2, 3. Tehát akkor 1, 2, 3 terméket fog érinteni. VTS szám, tehát a VTS szám, azt ugye itt találjuk meg, be is másoljuk szépen sorrendbe, 41, 23, 13, 56, 15, 78. Tehát sorrendbe bemásoltam, ugye ide. Megnevezés. Itt ezeket kell sorrendbe bemásolni, ebbe a pontba, a megnevezés pontba. Dáv. Tusfürdő. Pamola És Baba. Tus fürdő. Itt rövidítem, hogy TF. És akkor 110 ml. Egyébként ebbe a táblázatban, hogyha valami nem fér ki, már olyan hosszú a termék megnevezésem, akkor lehet rövidíteni. Nézzük a mennyiséget, amit itt találunk. Ugye a mennyiségi egység az nem más lesz, mint a darab. A mennyiség ugye 400, 110, 250. 400, 110 és 250. Egységár a régi, illetve az új. Kezdjük a régivel, mert az már megvan adva. Egyébként itt minden fogyasztói járon van számítva, tehát itt nem kell a, a ez a szorzó amit ugye az előző ö, videókban csináltunk, hanem itt elég ugye a fogyasztói jár. Ugye, a régi és az új. Itt majd ezeknek a százalékoknak lesz kulcsfontosságú szerepe. Akkor töltsük is ki a táblázatot. Tehát a fogyasztói egységára, ugye 1200, 920, 850, tehát 1200 forint, 920 forint, 850 forint, tehát itt láthatjuk. Értékét fogjuk kiszámolni. Ez is nagyon könnyű lesz, hiszen egy egység 1200 forint, nekünk van abban 400-unk, tehát 400 szor 1200. Tehát 400 szor 1200 tehát be is írjuk a számológépbe, tehát 400 x 1200, az 480 ezer. Tehát 480 ezer. Következő, ugye 920 forint az egységárunk, és 110 darabunk van belőle, tehát akkor 110 920. Be is írjuk a számológépbe, tehát 110920, az 101200. 101200. Ide is beírjuk, hogy 101200. Következő ezek mennyiségünkből, ugye 250 forint, illetve 250 darab van, és 850 forintos egységáron, tehát értelemszerűen mindenki ki tudja találni, hogy 250 x 850. Tehát 250 x 850, tehát 250 x 850, az 212500. 212.500. Ide be is érünk. Ez meg is volna, itt ugye kell egy összesítés, ezeket összeadjuk, és akkor ez a része itt már meg is van. Tehát 480.000. 480.000. plusz 101200 plusz 212500 összeadtam 793700 Na, ez a része egyszerű volt. Most jön a kicsit komplikáltabb, ugye ez a kettő egyszerre. Nézzük is meg, hogy hogyan kell csinálni akkor új egységára. Tehát tudjuk, hogy 1200 forint volt az egységára, és mínusz 25 százalék. Tehát olcsóbb lett 25 százalékkal. Hogyan lehet akkor kiszámolni, hogy mennyivel lett olcsóbb forint ügyileg? Nagyon egyszerű, hiszen tudjuk, hogy 25 százalék, tehát ez a 100 százalékos ár, és ből 25 százalékot levonunk. Tehát árváltozás, ugye 100-ból 25, 100-ból 25, az 75, tehát 75 százalékos marad az árunk. Tehát tudjuk, hogy 1200 forint volt, és már ez a 100%-os ár, de nekünk már 75%-os árunk lesz, hiszen ennyi az árváltozás mértéke. Tehát akkor tudjuk, hogy 1200 forint az egységára most jelenleg a termékeknek, és most csinálunk belőle. 75%-osat. Tehát 0,75. Tehát 75% az 0,75-tel beszorzom ezt az 1200-at. Tehát 1200-0,75. Az 900. Tehát az új egység ára 1200 forintról 900 forint lett, azért mert ugye 25% az árváltozás mértéke, tehát ezért szoroztam, 0,75-tel, mert a 100 ból tehát az 1200-ból, mert az a 100 os áll, ugye ezt a mínusz 21 ot levontam, így lett 75 os termék áram, és ezért az 1200-at megszoroztam 0,75-tel, és így kijött az új egységár, tehát 900 forint. Ez megvan. Akkor mennyi lesz az értéke? Tehát tudjuk, hogy 400 darab van 900 forintos új egységáron. Tehát 400 szor 900. Tehát 400 szor 900. 400 szor 900. Az 360 ezer. Tehát 360 ezer. Tehát akkor a különbözeti értéket még azt is kiszámoljuk. Tehát tudjuk, hogy ez a nem plusz lesz, ezért kihúzzuk, hanem mínusz. Tehát a 48 ezerből kivonom a 36 et Vagy 360 ezeret. Tehát 480 ezerből ből levonom a 360 et Nem tudom, mennyire látszik. Tehát 480 levonom a 360 ezeret, az 120 ezer. Tehát 120 ezer forinttal csökkent a készletem értéke. Na megvan az első, úgyhogy folytassuk a másodikkal, szintén olcsóbb lett, ugye? mínusz 15 százalék, tehát ez a 100 százalékos áram, de még 15 százalékkal csökkentettem. Tehát 100-ból levonom ezt a 15-öt. 100-ból 15, az 85, ugye? Tehát 85 százalék. Tudjuk, hogy a régi ára 110, illetve 920 forint volt, tehát tudjuk, hogy 920 forint volt, és az volt ugye a 100%-os ár, de nekem most már 85%-os áram van, tehát akkor annyi a feladatom, hogy ezt a 920 forintot, tehát ez a régi 100%-os egységáram, van, ez beszorzom 0,85-tel. Tehát 920 x 0,85, az 782. 782 forint lett most az ára. Az egység ára. Tehát 782 forint. Értékét számoljuk ki, ugye tudjuk, hogy az új egység ára 782 forint, és ebből van 110 darabom. Tehát 782 ször 110. 782 x 110 az 86020 Na meg is van, 86.020 forint. Ez be is írjuk ide. Akkor most, hogy megtudjuk az értékét, ugye mindenképp mínusz lesz, tehát kihúzzuk, hogy még véletlenül se írjuk ide a pluszhoz. Tehát Mínusz, tehát csökkent a készletem értéke, ugye forintban, hiszen az ára változott. Tehát akkor úgy kell kiszámolni, hogy a 101.200-ból, ugye itt van a régi értéke, levonom a 86.020-at. Tehát akkor 101 000.

az 15.180 tehát 15.180 forinttal változott tehát csökkent a készlet készletértéken na nézzük akkor a drágulást elérkeztünk a drágulásra ugye amit a feladat az elején írt is hogy hogy ugye ott van hogy plusz 23%-kal növekedett az ára. Ugye ott van, hogy a baba tűsföldi árát fel kell emelni ugye központilag. Akkor nézzük is meg, ugye ez volt a 100%-os áram, de még hozzáadtam 23%-ot. Akkor azt úgy kell csinálni, hogy 100 plusz 23 az 123 tehát majd 1,23-mal fogom szorozni a 850 forintos egység... fogyasztói egységáramat. Tehát 850 forint volt a 100%, na de most drágultunk, tehát 1,23-mal be kell szoroznom, mivel 23%-kal nőtt az ár. Tehát 850 ször 1,23 az 1045,5. 1045,5 forint. Tehát az egységelve 1045,5 forint lett a 850-ből. Tehát tuti biztos, hogy plusz lesz a különbözeti értékünk. A mínusz ki is húzzuk, hogy nehogy véletlenül odaírjuk hanem majd ezt a pluszba kell írni. Tehát számoljuk ki akkor az értékét. Tehát 1045,5 ször, 250. 1045,5 ször, ugye 250-et beszorzom. Tehát 1045,5 ször, ezt a 250-et beszorzom, akkor 261375. Annyi lesz az értéke most forintban. Tehát 261375. Különböző értékét számoljuk ki tehát 261.375-ből 261 levonom ezt a 212.500-at. Ből 212.500, az 48.875 forinttal nőtt az készletem értéke. Akkor ezeket itt összeadjuk, itt a táblázat alján, itt ugye nem kell sok, már 48.875 lesz. Ugye itt összeadjuk azokat, így ezeket, és oda beírjuk. Tehát 360 ezer plusz 86 20 plusz 261.375 Itt valamit elütöttem. Tehát 360 ezer plusz 86 plusz 261 ,000. 375 és egyenlő. 707.395. Tehát 707.395 forint lett itt az összes összege. Itt is összeadom az összegeket, és ide beírom alulra. És akkor már majdnem nagyjából végeztünk is ezzel a lehetár felvételi felvételével, ugye az árváltozási lejtára. Tehát itt 120.000-hez hozzáadom a 15.180-at. Tehát 120 ezerhez hozzáadom a 15.180-at. 135.180. Tehát 135.180 lesz. Ugye itt az üres helyetket kizézzük. Na, nem írunk. Ügyvezető alá, vagyis egységvezető aláírása hiányzik, ugye itt nem írta a feladat, ezért lehet akár vagy a saját nevünket, vagy kitalált nevet. Ugye ellenőr aláírásánál mindenképp kitalált nevet kell. Egységvezető aláírása, ugye mondjuk legyen. Fifo Károly. Ellenőr aláírása. Biztos József, mondjuk most például. Tehát így kell kinéznie egy helyesen kidöltött leltár felvételi hívnek, tehát árváltozási leltár esetében. Ugye itt vannak a számolások. Tehát, hogyha csökken ez a fogyasztói jár, tehát ez az 1200 forint, tehát ez a 100%-os ugye a 100%-ból levonom ezt a 25-öt, tehát 75%-os lesz az áram, és ezért 1200, tehát a 100%-os árat beszorozom 0,75, és már is kijön a 25%-kal csökkentett áram. Ugye a következő feladatból 15%-kal csökkent, tehát 100%-os egységárból levontam ugye ezt a 15-et, tehát 85%-os lett az áram, ezért 920 0,85. Tehát így jött ki a 782 forint. A drágulásnál pedig úgy volt, hogy 100%-os volt az áram, plusz még 23 ot drágítottam, ezért 123% lett, és ezért a régi 850 forintos egységárat beszoroztam ugye 1,23-mal, és így kijött az új, drágább egységár. És nagyjából ennyit, amit kell tudni az árváltozási lehetárral kapcsolatban. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és remélem hasznos volt, és további jó tanulást kívánok.